Hál' Istennek eddig, hogy lekopogjam, semmiféle nagyobb balesetről nem kaptunk semmiféle értesülést. Kisebb dolgok voltak, ugyebár kisebb sérülések, bokat ért, kiment, megcsúszott, megütötte, fáj neki, nem tudja folytatni, és a többi, de hál' Istennek komolyabb törésről, vagy olyan helyzetről, ahova mentősként mennünk kellett volna segíteni, eddig még nem kaptunk semmiféle információt. Végig szaladtunk itt a hegyen. Nem vettem retúrjegyet a buszra. Az első nem sikerült, úgyhogy volt még vele egy elintézetlen ügyem, úgyhogy most másodszorra szintidőn belül sikerült teljesíteni, úgyhogy pozitív élményekkel is biztosan jövőre is fogok jönni. Rekordnevezés volt a közel 30 éves rendezések során, még nem indult a 2300-an, vagy még annál is többen, mint idén. Ez köszönhető a bomba jó időnek is, és hát az, hogy most beszállt szervezőként a Természetjáró Szövetség is, és így a két erőt összetéve úgy látszik, hogy elég csábító programot tudtunk kínálni. Erre a teljesítménytúrára egy speciális turista magazint hoztunk ki, amiben mindenkinek egy apró kis meglepetés található, ami hozzá van fóliázva. Valamennyi befutó, valamennyi célba érkező ember kap ilyet. Azon túl, hogy a magazint szívesen veszik, most még egy kis plusz ajándékkal kedveskedünk nekik. Hát igazából a mai nap az már baromi régen kezdődött. Valamikor 90-ben, amikor a Debrecenben az egyetemen hál' Istennek láttam egy feliratot, hogy Mátra Bérc teljesítménytúra lesz, valamikor a most talán se tudja már, hogy mikor, és akkor úgy döntöttem, hogy eljövök. Hát a szokásos oklevél kitűző mellett most célajándékok is vannak. A leghosszabb távon egy mátrai bor az alkalomra címkézve, mint hogy alkalomra címkézett a két másik távnak az ajándéka is, az különböző mézek szintén a Mátrából. Túráztam a 35 kilométeresen. Jó kis futásokkal tarkítva lejtőket a síkot, kemény mászásokkal, úgyhogy a szép időnk volt, nagy sütés, gyors terep volt, jó kis száraz terep volt, úgyhogy élveztük mind a ketten szerencsére. Egy nagyon jó edzés. 55 kilométer végig a Mátrában szép terepen. Kellemesen lefelad az ember. Hát most egy ilyen emléket, egy plakettet, ami igazolja, hogy én ezt 25-ször megcsináltam.